nagyon kellemes jó napot kívánok mindenkinek! A mai napon a PDP Series 2022-es évadának 20. fordulójának döntőjét fogjuk visszanézni. Ketten vagyunk itt a közvetítésben, én Polgár Tibor vagyok. Én pedig Visi Tamás Zsolt, mindenkit üdvözlök itt a közvetítésben. Ez volt az alapszakaszunknak az utolsó fordulója, amit 2022. november 4-én rendeztünk itt a klub arénában, a klub helységünkben. És már is itt van a ranglista, ami aktuális volt a 20. forduló környékén. Hát Szoták Balázs torony magasan behúzta ezt az alapszakaszt, tehát ezt már elmondhatjuk. Ott azért a második, harmadik és negyedik helyen még lehet helyezkedés, bár nem túl sok minden, mert azért ott is vannak jelentős pontkülönbségek. De Vargyas Ádám úgy tűnik a második, Takács Olivér a harmadik, Szabó Dániel Roland pedig a negyedik. Ők azok, akiket majd a nagy döntő előtt díjazni fogunk, és akkor ott vannak a többiek. Gratulálunk nekik, nagyon sokan közülük egyébként mind a 20 fordulón ott voltak. Ezt külön szeretnék megköszönni nekik, hogy tényleg minden egyes fordulóra eljöttek, és hát itt van a fordulónak a legjobb 16, a legjobb 8, az elődöntők, és a bronz mérkőzésnek is ott van a... Azért volt itt egy kétszoros. Igen, meg Élő Csaba eljött is rögtön egy bronzéremmel távozott, 3-1-re legyőzte Focman Pétert a bronz mérkőzésen, úgyhogy gratulálunk neki. Hát egyébként még a döntőbe is bejuthatott volna az a 3-2 vagy a Sheldon ellen, az úgy komoly. És egy Ivar és Sheldon és Szoták Balázs játszotta a döntőt. És Focman Péternek is gratulálunk, aki ugye rendszeres látogatója a versenyünknek, és a sok írás mellett most egészen a bronz mérkőzésig menetelt. Kicsit csalódott volt, hogy még nem sikerült a bronzot behúznia, de majd a legközelebbi alkalommal, és közben el is kezdődik ugye a mérkőzés. Hát egy deja vu érzésem van. Igen, standard döntő. Szoták Balázs és Vargyas Ádám Tamás között. A mérkőzésnek az írója Hanvai Levente lesz. Köszönjük neki. Egy kicsit mellette, azt nézzük Balázs. Jézus! Igen, mondta is, levi, hogy teljesen egyforma volt szerintem. Dobjatok újat, úgyhogy Balázs kezdi majd ismételten a búradobást. Az egy kicsit ugyanoda, mellette. Csak ugye a másik pögybe. Előbb pont fordítva volt. Ops, ha, és akkor Ádi fog kezdeni. Zöldet dobott, úgyhogy... És a kijelzőt szokás szerint Varga Laci fogja nekünk kezelni. Neki is köszönjük az egész éves sok munkát. Ugye ezzel is záródik az alapszakasz. Meg volt mind a 20 fordulónk, és... Már csak a nagy döntővel hátra, ugye a nagy döntőn azok vehetnek részt, akik legalább 4 alapszakasz fordulón elindultak. Ha jól látom, már most körülbelül 20 körül jár a jelentkezőknek a létszáma. Szerintem már több volt. Már több is volt. Úgyhogy fönn van egyébként a honlapon, meg a regisztrációs rapról is elérhető a jogosultaknak a listája, megtekinthetitek, és akkor ha jogosultak vagytok, akkor gyertek. Sajnos, aki nem indult 4 fordulón, ő nem indulhat ezen a nagy döntőn. És ugye ez gyakorlatilag az évnek a lezárása a PDP szempontjából, ami majd jövő hét végén, akkor 19-én. November 19-én kerül megrendezésre. 10 órakor fogunk kezdeni, és sokan kérdeztétek már. Igen, 10 órakor. Ez most el fog hangzani itt a visszanézésbe, és akkor utána meg szerintem a jövő héten csinálok plakátot is hozzá, és akkor mindenki számára világos lesz a dolog, tehát ugye az egy szombati móka, és ráadásul más szisztémába is kerül lebonyolításra, az egy vigaszágas rendszer, úgyhogy érdekes lesz, akik a korábbi PDP nagy döntőkre eljöttek, azok számára nem lesz ismeretlen a formátum, hosszú lesz. De mivel ugye időben elkezdjük ezért. És kemény. Igen. Főleg ilyen mezőnyi. Pontosan. És Balázska egy kicsit elhúzott. Igen, Balázs most lényegesen jobban áll. Ádám pedig szimplákat dobja. Levált Balázs a 19-esre, 2, és ott a harmadik is 57 ponttal meg is érkezik 130-ra. 130-es magas kiszálló. Ádám, na nézzük Ádit. Neki két triplát oda kéne sűríteni. Vagy a bult, ugye? Igen, ez a szokásos 19 bull, 20-as. De nem lett meg a kiszálló 280. Palácskának tripla kellene, nem jött, és akkor még bull. Még annyira nem volt rá készítve. De nagyon szépen végig. De azért 40-re, hogy
Meg hogy végigdobta a folyamatot, nagyon szép volt. És akkor 40. Ádám ugye most nem tud kiszállni. Most nem volt jó az egyes. Megint nem számolt. Igen. Az nem kell. Balázs. Ezt eldobjuk, a harmadik nem kell. Balázs pedig megoldotta a 40-et második nyírra, és a második tréket is fogja kezdeni. Tripla egyen. Ugye az előző közvetített döntő, amit Vargyas Ádám Szoták Balázs ellen játszott, az egy 4-0-ás Szoták Balázs győzelemmel ért véget. Nagyon magas átlagok voltak azon a mérkőzésen, most egy kicsit Ádámnak visszafogottabb az átlaga, de Balázs megint hozza a standard 70 körüli átlagot. Ezt el kell mondani mai napra, hogy 38-an voltak itt. Igen, meg hát gyakorlatilag a PDP-nek az eleje óta van valamilyen módon közvetítés, vagy rögzített mérkőzésen, vagy pedig online meg lehet nézni. Balázsnak a régi mérkőzését egyébként érdemes megnézni, hogy mennyit változott a srácnak a játéka az alatt a 3 év alatt gyakorlatilag, amióta itt játszik. Elképesztő módon letisztult, pont Rucska Józsi is mondta, hogy mennyire letisztult, meg mennyire jó ütemű játékot játszik, tehát akkor sem változik meg az üteme, hogyha mondjuk rossz szektor dob. Ja, nem. Tehát annyira ott van a matek a fejébe, hogy egyszerűen tényleg saját ütemébe ki tudja számolni, és dobja a megfelelő szektort, úgyhogy... Szerintem már előre kiszámolja, hogyha nem sikerül, akkor oda kell dobni. Fogalmam sincs, hogy mi zajlik a fejében, de most Ádám tartja a lépést Balázzsal, fel is javult egy kicsit az átlaga. És utánpótlásban kategóriát nyerte, ugye? Igen. Meg hát ne felejtsük el, hogy a VDF-en, ugye a Budapest Open-en mindkét nap ugye szép eredményt ért el. Pontosan nem tudom, azt hiszem, hogy volt egy bronzérem. Hát bronz az biztos, hogy volt egy. Nem tudom, mi volt a másik. És jól tudom, hogy mind a két nap a végső győztestől kapott ki. Nézzük el itt. Ott a tripla Ádámnak. Nagyon szép, dupla 18. Hú, de nagyon közel volt az, de nem volt benne. 36 pontja maradt, Balázsnak pedig 149-et kellene megoldani, nem fogja. Azért egy nem volt csúnya kerekítő, hogy 54-re. Igen. Ádámnak viszont meg lehet a leg... Meg is van. Ú, de a kellős közepe. Mértanilag. Igen, a dupla 18-at szereti Ádi. Igen, a 18-ason sokat szokott játszani. Meg a 168-at is. 168-at szerintem nem szereti annyira. A múltkori PDP forduló közvetítés után megbeszéltük, hogy majd erre figyelni fog, hogy ne. De hát nem mindig sikerül. Mert ő is úgy van vele, hogy elképzeli a dobását, és ő meg is tudja dobni a szektorokat, csak hogyha rossz az input, akkor általában rossz a végeredmény. Tehát, hogy végig dobja szépen a szektort, amit szeretné, és akkor a végén tudatosodik benne, hogy hát ez így nem jött össze, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb ez elkezd majd kikopni nála. Főleg, hogyha ilyen ellenjátékkal találkozik folyamatosan, mert nem fér bele egyszerűen a... 133-as dobás volt. Nagyon szép. És nehogy most a 20-as szektoron dobja végig. A bull. Jó. Jó, oké. Most már mehet a 20-es. De elmondtam, lesz be bull. Oh. Az igen. Meg is van a magas kiszálló Ádinak. Igen. Ott viszont most Baláskának nem jött annyira fönt a tripla lent, viszont igen. Igen, viszont nem viszont jött a kiszálló. Igen. Akár 2-1 is lehetne Ádámnak. Egyelőre nem. Azért tripla ott van. 2! Nem rossz. Kiszámoltuk 16 pont, ugye? Marad. Igen. Ennyi. Balázsnak is ott van a tripla 20-as. Mi volt ez a grimasz? Nagyon szépen ben volt a triplába, hogy... Csak a dupla 8. Első kívül. Kívül. Második B-ül. És dupla 4 megvan. Megvan. Ezzel visszavette a kezdését
Ádi, visszabrékelt. 2-1 a mérkőzésnek az állása Vargyas Ádámnak, és a negyedik leget Szoták Balázs fogja majd kezdeni, rögtön egy tripla 20-assal. 100 pont. 1-19-es Ádámtól, Ádám inkább a 19-esen próbálkozik. Látszik, hogy jobban bízik benne. Valaki nem csuklik a háttérbe. Tripla 20. Aztán egy szimpla, nincs még egy százas. Százas Balázstól. Én most leegyszerűsítettem a matekot. Dobunk 3 darab százas, meg egy százas kiszállót. 4 darab százas, meg egy 101-es kiszállót, szerintem az igen, a terv. Igen. 60. Ádámnak is megvan a szektor, biztos 60, de most erősen. Így, az tripla 1 volt az első. Dob Balázs, mondjuk most a 200-as után ez nem jött olyan jól, de 260 így is megvan, úgyhogy a következő 100-assal meg lehet a kiszálló is. Egy 20-as Ádámtól, aztán ott egy tripla 20-as. Kéne még egy ból is bele. Az nem, 140. Nagyon jó. Balázs után iramodott. Inkább 140, csak hogy ne legyen igazán. És ott van a 120. Amatőrhöz képest brutális átlagon. Hát de 12-nyire elvárás után ismét 120-on áll. És Ádinak megint kipattant a nyila, ugye ezt már pár mérkőzéssel ezelőtt is megbeszéltük, hogy nagyon sokszor pattan ki. A tripla nincsen tripla, úgyhogy nem lesz befejezés. 60-nal leteszi magát 60-ra. Szépen biztonságosan, ugye még Ádi nincsen kiszálló. Igen, ő nem tudja befejezni. Ujjjj. 46. A kerekítőbull ez megvolt. Igen, 130-ra megérkezett, és akkor Balázsnak a 20-as kerekítő megvan, és akkor dupla 20. Kis el belőle. Drót. Az pedig az ötös, ez nem jött olyan jól. Ádám akár 3-1-re is alakíthatja a mérkőzésnek az állását. Így már nem. Dupla 20? Nem, piros bull? 80. Igen. Bumba leteszi magát 50-re. Hát kinek mi a génye? Dupla 16. Nincsen meg. Nincsen meg. Hát nem bevállalja a bult? Simán. Gondolkodás nélkül. Igen, 19-es lett belőle. Szerintem valaki nagyon jól érzi magát ott a háttérben. Igen. Ups! Hoppá, ez ott sok lett. Igen, egy kicsit meg is zavarta Ádámot. Úgy érzem. Balázs viszont megoldhatja a 32-t. Meg is oldotta. 2-2 ezzel a mérkőzésnek az állása, és Vargyas Ádám fogja kezdeni majd az ötödik leget. Szépen kiegyenlítettek, és mind a kette 70 körüli átlagon. Ez nagyon szép, és ott van a tripla. Aztán még kettővel ezelőtti döntők nézett így ki. Nagyon egymás mellett végig. Egy 20-as, még egy 20-as. És a harmadik is a 20-asban. Az egy tripla 5-ös lett. Nem jó, az meg egy 1-es. Ezt túl korrigáltuk, aztán a végére megtaláltuk ezt a tripla szektort. Nagyon szép javítás volt a végén. Balázsnak egy 20-as, még egy. Hú, az pedig 60. Egy csokorban, az a 60. Igen. Nagyon szép, az egy kicsivel följebb ment volna akkor. Elképesztően szépen egy helyre mentek a nyilak. 100-as. Egy 100-as válasz. Most Ádi ezt a leget nagyon nem szeretné elveszteni, úgy látom. De hát ugye jön a válasz folyamatosan, 85 pont. 85. De még így is erőgyben van Ádám. 244-re következik. Ups, az 1-es, de nem jött jól. Aztán egy tripla 5-ös. Előbb tripla 20-at dobott rá. Most csak simát, így 36 pont. Na most lehet zárkozni. Balázsna. 20-as. Azt szerintem tripla 1 volt. Igen. 42. Dobás. Úgyhogy Ádám. Ott a tripla 20-as. Egy sima 20-as. És 100 pont. 100 pont, meg is van a kiszálló, 108-as magas, és akkor Balázs 254-re. Láttuk már Balázs bezzegnál, dar ellen ilyeneket dobni, hogy... 134, talán 400 ponton volt, mikor 40-re dobott a rend, és aztán végül is Balázs nyert. Ezt meg miért?
Hát ugye itt jön ki a nem matek. A tripla 18-ból kellett volna neki. Ott a tripla. Szimpla. Shanghai meg lesz? Megvan. Azért ez úgy... Ez gyilkos. Hát most nem mosolygottál is, nem? Igen. A Terminátor végrehajtott. Végrehajtotta a 120-at. Egy egyes Balázstól, aztán egy tripla 19, meg egy szimpla. 77. Ja. Az egy ötös. Így ezt eltolta a toll, az is egy ötös. Ezt le... nem lefele. Jó. 30 pont Ádámtól. Balázs viszont most... itt gond lehet? Igen, főleg így. Százas. Ugye most kettő triplás kör kéne. Tehát két triplás kör kéne Áditól. Az sima 19, az is. Nagyon kéne a tripla. De csak szimpla lett. Ilyen szektor biztosan 57, de ez most kevés lehet Balázs ellen. Tripla 5-ös. Annyi szerencsé van Áldinak, hogy az első csak a tripla 5-ben között ki. Igen, 55 pont. Most viszont kell a nagy érték. Ádámnak nincs mese. Érzi ő is, úgy nézem. Tripla 20 szimpla. És egy 19. Ezt látom, hogy biztonságokat volna váltani. Nem volt az rossz, hogy ő úgy érezte. Ugye ebben az esetben. Viszont Balázsnak most nem jött, ugye megint csak... Ugye Balázs, hogyha szépen lassan csordogál le ilyen 100 pontos előnyről, akkor még az beleféje? Hát... Főleg így. Igen. Most inkább... 41 a válasz. Igen, most Ádámnak kéne inkább igyekeznie, ugye ő van jelentős hátrányban. Kicsit ilyen idegek háborúja van. Ó, és megint megvan a tripla 19-es. Nagyon nagy bajban van Ádi. És megvan a 129-es magas kiszálló. Ugye már volt egy 120-as befejezése Balázsnak. Most akkor a 129-et kellene megoldani. Kell a tripla. Nincs meg 43. Kiszálló sem, úgyhogy nincsen kényszerben Balázs. Azért a tripla azért, hogy ez kell. Na már! De! És nem, rádobott. Nem, az csak kerekítő volt, nem? Azt szerintem kire... persze, 32-re kerekített. Akkor az nem sima 7-es volt, ugye? Nem, a 19. Tripla 19, tripla 7, ugye? Aha. Az komoly. És akkor dupla 16 a mérkőzésért Balázstól. Mindig nincsen kiszálló, Nádi. Balázska mosolyog. Dupla 8 még jó lehet. Kívül. És a harmadik már is kívül. Na most itt lesz volna jó, hogyha ugye Ádi le tud jönni 150 alá. Igen, tehát ha kiszállóra tud kerülni, akkor ugye egy kicsit jobban rá tudta volna tenni a terhet. Első tripla, megvan, kell még egy. Nincsen. 99, kiszálló ugyan megvan, de Balázs megnyerheti a mérkőzést. Dupla 8-at kellene megoldani hozzá. Találat telibe. És ezzel 4-2-re Szoták Balázs nyerte a 20. fordulót, ő lett a 20. forduló bajnoka, a bronzéremes lett Élő Csaba, és az ezüstérmes pedig Vardos Ádám. Gratulálunk nekik, köszönjük szépen a figyelmet, nektek viszlát, sziasztok! Sziasztok!